Isten hozta önöket, Szabó Réka vagyok, Benedek Elek dédunokája, magyar tanár, aki itt születtem, és jelenleg is itt lakom a házban. Elek apu házába érkeztek, abba a házba, amit a feleségének, Fischer Máriának épített 1896-ban. Parancsoljanak bennebb jönni. Benedek Elek Kisbaconban született 1859. szeptember 30-án, nem messze a szomszéd telken volt a szülőháza, amit még az ő életében lebontottak. Szüleit itt láthatjuk, Benedek János, Benedek Marcella, középen az író, aki az ötödik gyermeke volt a szüleinek a legkisebb. Tanulmányait itt Kisbaconban kezdte, Székelyudvarhelyen folytatta, majd Budapesten beiratkozott a magyar-német szakra, ott ismerte meg későbbi feleségét, akit miután feleségű vett, 6 gyermekük született, ott a 6 gyermek, 3 fiú és 3 lány. Itt az első könyvszekrényben a legértékesebb könyvek vannak, az eredeti kiadások, megjelenési sorrendben és műfajonként. Első önálló alkotása a Székely Tündérország. Valóban azt varázsolt ide egy Székely Tündérországot, hiszen ő ültette ezeket a gyönyörű égigérő fákat. Székely mesemondó követi, apa mesél, nagyapu mesél Évikének a legnagyobb unokának, és 35 éves korában már megírta a testamentumát, ami a szeretet himnusza. Csupa olyan dolgokat hagy hátra a gyermekeire, hogy az életben a szeretet a legfontosabb. A legnagyobb fiához, Benedek Marcellhez, ott láthatjuk, akiből ugye író lett irodalomtörténész, többek között azt írja, hogy ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét, minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből, állj a védtelenek, a gyengék közé, az erősek hatalmasak oldalán, harcolni nem virtus. És ugyancsak a gyermekeihez írja a szállóigévé vált sorokat is, hogy csak az a valamennyire egész ember, akinek könnyű a toll és nem nehéz a kasza, kifejezve ezzel azt, hogy az általános műveltséget akkor is meg kell szerezniük, hogyha a fizikai munkát válasszák életük pályájául, hiszen úgy van helyük minden rangus rendű ember közt. Az Isten imádatról is nagyon szépen ír a fiához, következőket írja. Ne mosolyogj e szóra, Isten, ne mosolyog te századvégi gyermek, mint hazudik, aki tagadja Istennek létezését, okosabbnak akar látszani másoknál csupán, de mihelyt bajba kerül, az Istenhez fohászkodik, az Istenhez, aki áld és ver. Benedek Elek főműve az Édesanyja Földem című önéletrajzi alkotása, alcímei Nép és egy ember története, saját életig keresztül a székely népnek az életét írja le. És amint itt láthatjuk, a meséken és mondákon kívül nagyon sok más műfajt művelt, kiemelkedő leányregényei a Mária Katalin, Uzoni Margit, Huszár Anna, Szívkönyve, Anikó regénye, Zsuzsika könyve, fiú regényei a Két gazdag ifjú története, Félkezű óriás, Szigeti veszedelem, Toldi Miklós prózai változata, Honszerző Árpád, elbeszélés köteteket láthatunk, Galambok csöndes órán, Rügyfakadás címmel, verseit a Kisbaconi versek című kötetben olvashatjuk. Történelmi művei a magyar népmúltja is jelene, 13 kötetes alkotás, Nagy magyarok élete 12 kötet. Budapesten lapszerkesztőként kezdte a pályáját. Nagyon sok lapnak volt a főszerkesztője, Magyar Nép, Országvilág, Néptanítóklapja, Én újságom, Jópajtás, Nemzeti iskolának, és 1921-ben, amikor menekültek az emberek innen, Trianon idején, ő a szembe jövő, tehát ő akkor jön haza, amikor mások elmennek, saját vallomása szerint azért kellett hazajönnöm, hogy visszaadhassam bár egy részecskéjét annak, amit az édesanyaföldtől kaptam. És akkor kezdi itt Kisbaconban a cimborát szerkeszteni, a Jó gyerekek képes heti lapját, aminek nagyon messze van a nyomdája Szatmáron. Hát ugye el lehet képzelni, hogy nem volt egy egyszerű dolog Szatmáról tartani a kapcsolatot abban az időben. Gyerekekkel egy nagyon közvetlen kapcsolatot alakított ki, leírták életük örömét, bánatát mindent nagyapónak, és az Elek nagyapó üzeni rovatban válaszolt.
kosarakba hozták a szomszéd faluból azokat a leveleket, amiket külön írtak nagyapóhoz. Naponta egy kosár levélre válaszolt, az egész család ebéd közben azzal foglalkozott, hogy mit válaszoljanak a gyerekeknek. Vasárnapi újságot a felnőtteknek szerkesztett, ez Kolozsváron jelent meg, és az én naptáramat szintén a felnőtteknek, ami Baróton itt a szomszéd kisvárosban, az Égető nyomdában. Az íróasztalát láthatjuk. A tollát, amit a kalamárisba vagy tintatartóba mártott. A töltő tollát, amit a gyermekejtő kapott, és azt mondta, hogy 100 mesével többet tudott volna írni, hogy hamarabb megvan. Az exlibrisszét Jasik Álmos készítette, cukorkatartót láthatunk, hamutálcát, lámpát, tehát saját. Ő az írással párhuzamosan kaszált is a kertben, tehát ezt bizonyítja az utolsó levele, ami Szent Imre Jenőhöz, a Székely Trupp egyik tagjához írt, az egyik írófiához, 1929. augusztus 16-án. A levélnek a központi témája a cimbora, tehát a cimbora bukása miatti aggodalmát írja le. Azt, hogy őt mennyire bántja az, hogy a gyerekek csalódni fognak, mert sajnos most már megszűnt az újság, és vége a cimborának. Arra kéri a fiatal írókat, tehát a Székely Trupp-nak a tagjait, a Székely írókat, hogy a három széki társaságot Sepsiszentgyörgyön alapítsák meg, mert ő is így szeretné, és a következő sorban esik ki a tolla kezéből örökre. Az utolsó három szó, amit leír, az, hogy fő, hogy dolgozzanak. Tehát ő a fiatal írókhoz, a Székely Trupp tagjaihoz írja ezt a ma már mindannyiunkhoz szóló végső üzenetet, hiszen Elekapó kezéből a toll kiesett, és három nap múlva több ezren kísérték a feleségével együtt a Kisbaconi temetőbe, akivel ők nagyon rég eldöntötték azt, hogy soha nem hagyják el egymást. És aki, amikor látta, hogy nagyapó itt rosszul lett, az íróasztal mellett kiment és bevette a mindig tartogatott nagyobb adag altatót, Veronát vett be. Egyszerre temették 1929. augusztus 19-én. Saját sírfelirattát halála előtt három évvel megfogalmazta és elküldte az összes cimbora unokának. Jézus tanítványa voltam, gyermekekhez lehajoltam, a szívemhez felemeltem, szeretetre így neveltem. Feleségének a Rút könyvéből van az ismert idézet, ahová te még oda megyek, és valahogy ott lakom. A szülők sírja mellett vannak eltemetve, itt a Kisbaconi temetőben, akiknek nagyon szép sírfeliratot írt. Ami jót s nem esett könyveimben láttok, e két öreg ember szívéből eredett. Ha majd kihull a toll reszkető kezemből, e két öreg ember mellé temessetek. Itt pedig az, hogy milyen sok nyelvre lefordították a műveit. Angol, francia, német, orosz, szerb, udmurt, finn, esperanto és román nyelvre. Tanulmányokat láthatunk, szakdolgozatokat, és a Magyar Meses Mondavilág egyik legújabb kötetét, történelművek újabb kiadását, máig érvényes idézetet olvashatunk, az állam nyelvét meg kell tanulnotok, az édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejtenetek. Elmondhatom azt, hogy hát nagyon szépen látogatják az emlékházat. Kora tavasztól jönnek az iskolás csoportok, innen az országból nagyon sokan, és Magyarországról is jönnek. Van ez a határtalanul, ez az újabb próbálkozás, ugye, hogy megismerjék ők is a történelmüket. Hetedik osztályos tanulók jönnek, és látom, hogy érdeklődnek valóban ugye, Elekapóról nagyon is, általában ugye a magyar kultúráról, az itteni magyar kultúráról.